kell-e segíteni valamilyen speciális táppal a kutya fogváltását. A fogváltás az egy nagyon érzékeny periódus a kutyus életében. Nagyjából a harmadik hónaptól indul el, és ugye a hatodik hónap végére fejeződik be a teljes fogcsere. Ilyenkor ugye a tejfogokat elveszti a kutya, és a maradó fogak nőnek ki. Ebben az időszakban két dolog, amit fontos megemlíteni. Az egyik az az igény, ami a fogváltással kapcsolatosan táplálási oldalról fölmerül. Az ilyen állatnak nagy mennyiségű kalciumot kell beépíteni a fogakba, ahhoz, hogy azok jó minőségűek legyenek. Ez természetesen a szervezettől vonja el, tehát itt egy kicsit a kalciumadagolás az, ami fontos, és amire oda kell figyelni. A másik pedig inkább egy egy élettani probléma. A fogcserével kapcsolatosan, különösen, hogyha egyszerre akár több fogat is vált az állat, akkor jelentős sebek, talán ez a legjobb kifejezés, sebek keletkeznek a szájnyálkártyáján, amelyek befertőződhetnek. Az ilyen állat időnként lázas lehet, étvágytalan lehet, és hát bizonyos előfordul, hogy nyála is véressé válik. Néha ettől meg is ijednek a gazdik. De ez egy élettani folyamat, nem kell ettől megrettenni. Ha ezt tapasztaljuk, egyszerre 5-6 sok foga váltódik a kutyusnak, akkor az immunitását érdemes egy picikét megtámogatni. Vannak nagyon jó immunfokozószerek, amelyek képesek az állatnak az immunitását egy picivel magasabb hőfokra csavarni, mint egy KH-nak a termosztátja. És ez az élénkebb immunitás az megvédi az állatot attól, hogy ezek a sebek fertőzés forrásai legyenek. Van egy olyan élénk vérkeringés a szájnyálkaártyában, amely képessé teszi az állatot arra, hogy ezekben a kis sebekben keletkezett esetleges mikrofertőzéseknek útját állja. Tehát azért általános szeptikus állapot ilyen esetben nem jöhet létre, gyakorlatilag csak extrém körülmények között. Nagyon durván immunszupresszív, tehát egy immunhiányos állapotban képzelhető csak ez el. De a kérdés ugye arról szólt, hogy speciális táppal kell a fogváltásra fölkészülni. Igen, itt a kálcium és a D-vitaminnak az emelt arányú adagolása az fontos, de ha olyan táppal etetünk, amely annak a korszaknak megfelelő összetételű, tehát magyarul papi vagy junior koszt, attól függ, melyik cégnek a filozófiáját alapján mondjuk ezt ki. Tehát ezek annak a megfelelő kornak a kosztjai, azok fölkészítik a kutyát erre, külön nem kell nekünk már erről gondoskodni.